9 önkormányzati fenntartású nyíregyházi bölcsőde 54 egységében összesen 123 fejlesztőjátékot helyeztek ki az udvarra. Az eszközöket a Katica bölcsődések már használják, valamennyi gyermeknek tetszenek a színes csúszdák. Ezek az eszközök legfőképpen a nagymozgásos tevékenységet fejleszték, továbbá a színek miatt pedig az esztétikai érzéküket is fejleszthetjük. Emellett nem csak ezeket a tevékenységeket tudjuk fejleszteni, hanem vannak olyan eszközeink is, és megpróbáltuk úgy kiválasztani az eszközöket, hogy minden területen tudjunk fejleszteni, és van olyan eszköz, ami például a kismozgásos és a finom motorikát is tudja fejleszteni, és ezt meg tudjuk tenni az udvaron, nem csak zárt helyiségben. Akadnak olyan játékok, amelyeken a mászást, kapaszkodást gyakorolhatják a gyerekek, de olyan asztalokat is vásároltak a bölcsődékbe, amelyeknél a gyermekek rajzolhatnak. A nyíregyházi polgármester kiemelte, az önkormányzat több mint 8 millió forintos felajánlása szükségszerű volt. Eddig az önkormányzattól soha nem kaptak udvari játékokat, illetve erre forrást. Ez illeszkedik egyrészt ahhoz a munkához, amit megkezdtünk. Tavaly 6 bölcsődét felújítottunk, és a másik 3-at is, ami önkormányzati fenntartású, következő végéig szeretnénk felújítani. De a felújításokon túl gondoskodunk, illetve gondolkozunk a munka segítésén, ilyen formán is, hogy játékokat kapjanak. Tavaly az óvodák kaptak 15 millió forintot, szintén udvari játékokra, most pedig a bölcsődék ezt a több mint 8 millió forint összeget. A fejlesztő játékok praktikusak is, hiszen időtálló, erős műanyagból készültek, amelyek könnyedén tisztán tarthatóak. Valamint az is fontos, hogy egyszerűen szétszedhetőek, így tárolásuk is jóval kényelmesebb lesz az őszi-téli időszakban.